Szép estét kívánok mindenkinek! Önök a nézőteret látják a Gyöngyösi Televízió kulturális magazin műsorát. Ma elsőként ellátogatunk egy szemversenyre, aztán pedig második Rákóczi Ferenc születésnapjára emlékezünk. Végül pedig benézünk a Big News-i show-ra. Ezek mai témáink, kezdünk! Második alkalommal rendeztek a városban Slam versenyt. Idén is rengeteg fiatal képviseltette magát, akik maximum 5 percben bemutathatták tehetségüket. Emlékszem még arra a kis utcára, arra a kis lakásra, arra a kis szobára és a cigaretta illatára, amely belengi a gyerekkorom. Ide születtem. Innen mentem óvodába, majd iskolába, hogy aztán délután visszatérvén érezhessem, hazaértem. Békés a környék, és nagy a csend. Esténként csak a tücskök ciripelése cseng. Október végén eljön az este, a sötétség. Keresem a békét, a csendet, de hiába. Nincs ciripelés, csak erős durranás. Hangotok, mint ostor csapja meg a fülemet. Csit-csat, csit-csat, egymás után, ütemre. Könnyeim is így folynak egyre csak a tenyeremre. Egy pillanat, de mintha örök lenne. Egy kisgyermek, ki futna, de tudja, hogy sokra nem menne. Második alkalommal rendezett Slam versenyt a Berze Művészeti Önképzőkör. A gyöngyösi alkotók ismét összegyűltek, hogy versekkel és novellákkal szórakoztassák az érdeklődőket. A Slam Poetry egy előadó költészeti verseny, amely csakis szóban és leginkább élőben hatásos. Ez a modern költészeti stílus a múlt század 80-as éveinek közepén jelent meg önálló formában. Már Kelly Smith amerikai költő kezdeményezésére. Le akar esni a lámpa. Tudom, hisz én raktam fel oda a fürdőszobába még 2 hónappal ezelőtt. Pont mikor a háború kezdődött. Azóta lekívánkozik onnan, én pedig azóta azt figyelem, mikor esik le. Vittem is oda magamnak egy széket. Azon ücsörgök. A tévé egész nap megy a nappaliban, de pont jó, mert pont kilátni innen oda. Egy hete unalmamban elkezdtem olvasni a Bibliát. Persze közben árgus szemekkel figyelem, mikor esik már le a lámpa. Tudom, hogy le akar. Felnézek a tévére. Egész nap a híradóra van kapcsolva, nem mintha nem lenne másadás, hiszen ezen kívül csak egy másik csatornát fog, amin a Kisvakond első 15 epizódja megy, lengyel szinkronnal végtelenítve. A háborúról van szó. Nem mintha nem mindig arról lenne. Arról beszélnek, hogy a Mátrából is hirtelen visszavonultak az ellenséges csapatok. Úgy teszek, mintha nem tudnám, hogy így van, pedig látom és hallom. Érzem a hiányukat. Csak jöttek, és országszerte lebombázták a légvédelmi csomópontokat, meg a radarokat, és már mentek is. Maguk helyett pedig csak az ürességet hagyták, a hiányt, meg egy rakatnyi félelmet, hogy vajon mi jöhet utánuk. Eddig nap mint nap hallottam a puskák és ágyuk durrogását, most meg csak az itt állomásozó honvéd katonák hangos masírozását és gyakorlatozását hallani. Szokatlan nagy csend van. Az a baj, hogy nem szeretem a csendet. Mert ha épp csend van, akkor lehet a legjobban megijedni. A Slam egy kötetlen stílus, amiben egyetlen szabály, hogy a slammereknek maximum 5 perce van a színpadon szavalásra, arra, hogy érveljen, meggyőzzön, megnevetessen, szórakoztasson, elgondolkoztasson, és végén sikert arasson. Azok a szemek megidéznek, rabul ejtenek. Azt kívánnám, bárcsak mindig azokban nézhetnék. Azt akartam látni minden nap kezdetén. Azok a szavak, a gyönyörű, mégis fájdalmas szavak, mennyire gyötörnek, mennyire eltemetnek, vagy éppen megölnek. Bárcsak ott maradhattam volna, abban a valóságban. Bárcsak ne nekem kellett volna megtennem, amit tudtam, hogy fájni fog neked. Bárcsak ne fájt volna. Bárcsak megmutathattam volna, hogy fáj. Bárcsak ne döftél volna te is kést a hátamba.
Bárcsak tudnád, hogy én is jót akartam. Bárcsak lenne szemedben mondani. Lehet, könnyebb lenne a szemedben nézni. Ó, bárcsak újra belenézhetnék. Ó, bárcsak újra rám nézne valaki úgy, mint te egyszer. Ó, bárcsak újra önmagam lehetnék. Szépen lassan megszoktam, hogy testem remeg, szívem pedig erősen zakatol. Minden nap, mióta te elülbújtál eddigi sötét világomból. De sajnos egyszer bekövetkezett az, amit a legjobban féltem. Valahogy sikerült ezt is elcsesznem. Vagy csak én ezt éreztem, őszintén sosem értettem. Elvileg sikerült mindent helyre tennem, és remélem bizonyítottam, őszintén kell lesz nekem. Hiszen te voltál, aki kihúzott minden kis gödörből, anélkül, hogy kérnem kellett volna, azaz tiszta szívből. Közben minden erőmmel arra törekszem, legalább ennyit nekem is sikerüljön majd tennem. Ezért hát kérlek, maradj meg nekem, mert nélküled az életem csak egy gyötrelem. Ha minden jól ment, most valahol itt ülsz előttem, de ha mégsem, tudnod kell, hogy én továbbra is ugyanezeket érzem. A műfaj képviselői aktuális témákat dolgoznak föl, amelyek hétköznapi emberektől hétköznapi embereknek szólnak. Többnyire megtalálhatóak a művekben a költői képek, rímek, metaforák és hasonlatok is. A gyöngyösi fiatalok szép számmal képviseltették magukat a megmérettetésen, és mindannyian a saját stílusukban öntötték szavakba érzéseiket és gondolataikat. Előttem halad a sánta kutya, még ha futva megyek sem érem el, de már nem is érdekel, mert manapság már semmi sem észszerű, csak az, ami népszerű. Állítólag létezik a női logika, le lehet tölteni a mobilra, és legalább nem csak a bajra adna okot, mikor a tanárnak nem válaszolok. Na de tanár úr, kérem, szépen, nem miattam lett halott a hal. Ott, a kis szobában, hanem más torkában lelte a halál, de én, a vandáki magamnak okozok 100 galibácskit, majd hazatolnak taligán, majd egyből a temetőben, ha marad még annyi belőlem, helyeznek végső nyugalomra, s majd járulnak hozzám libasorba. Állnak, várnak, s tőlem végleg elválnak, pedig én még élek, hű, de nagyon élek. Húzós az este, annyi szent, de annyira nem, hogy talicskában toljanak el. Koszorúzással egybekötött megemlékezést szerveztek II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulóján Gyöngyösön. Gyöngyös város önkormányzata és a civil szervezetek elhelyezték az emlékezés koszorúját II. Rákóczi Ferenc emlékszobránál. Szép sejmes lódingom, dali pár pisztolyom. Nos, a rajta jó katonák, ígyunk egészséggel, menjen táncba ki köztünk az ő jegyessére. Ne bánkódjék senki köztünk, menjünk az alföldre, megrontatik kezünk által a szabad szerelje. Szabad nekünk, jó katonák, hisz a Duna közi labadságnak, mert nincs sehol, ottan semmi közi. Mi is vitézkedünk ezért, jó kurusz vitézek, mert ezeknek drágább kincsét én soha nem lelek. Koszorúzási ünnepséggel emlékezett meg a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a Rákóczi Szövetség Gyöngyösi Szervezete II. Rákóczi Ferenc születésének 348. évfordulójáról. Az esemény a Mátra Nyugdíjas Egylet Acélhang Népdalköre által összeállított dalcsokorral kezdődött, majd Tóth Vilmos nyugalmazott történelem tanár mondott köszöntő beszédet. Emlékezni és ünnepelni jöttünk most össze, mert van mire emlékezni, és van mit ünnepelni. 348 esztendővel ezelőtt született a magyar történelem, a magyar nép, az egyik legszimpatikusabb, legszeretetlen méltóbb történelmi személyisége, II. Rákóczi Ferenc. Születünk mindannyian, de nem mindegy, hogy hol,
milyen körülmények között. Rendkívül szerencsés volt, mert ő egy tiszta vízű forrásban született, és nem pocsolyában. Nem akárki jelentette számára a búvó patakból előjövő tiszta vizet, az egyik ágon és a másik ágon is. Az egyik ágon ott van az a Rákóczi család, ahol már az édesapja, a nagypapája és a dédpapája is erdélyi fejedelem volt. A másik oldalon pedig ott van az édesanyja ága, a Zrínyi ág, ahol a nagyapa életét áldozta a szabadságért, Zrínyi Péter, és ott van a szeretett édesanyja, akinek ez a gyermek, amikor megszületett, valóságos szemefénye volt. Az ünnepi beszéd után Gyöngyösváros önkormányzata és a civil szervezetek helyezték el az emlékezés koszorúit II. Rákóczi Ferenc szobránál. Fergeteges hangulatban telt a Big Newsy Show a Mátra Művelődési Központban, a kicsik találkozhattak kedvenceikkel, akik a műsor végén egy fergeteges lufi showval kedveskedtek a résztvevő gyerekek számára. Pink, Kokó, Szula, Pandó és Flop. Kicsik és nagyok kedvencei érkeztek Gyöngyösre a Mátra Művelődési Központba. A gyerekek a Big Newsy Show keretein belül egy fergeteges hangulatú, zenés interaktív műsor részeseivé váltak, miközben kedvenc mesehőseikkel is találkozhattak. Ez pedig itt az én legkedvencebb kedvenc gyümölcsöm, az... Bizony, az alma. Szeretem a piros, a zöld vagy a sárga. De a legeslegjobban akkor imádom, ha süteményt készítenek belőle, mert abból egy egész tepsivel is meg tudok enni, és nem hagyok belőle senkinek. Na! Nem bizony, kimegyek a konyhába, és mielőtt bárki felfedezni, eltűnt az egész, mert én eszem meg egyedül mindet, Kokó! Na most éljövök! Ez pedig itt az én legkedvencebb kedvencem, Igen, nagyon ügyesek vagytok, a dinnye! Nagyon szeretem, amikor felvágják nekem, és én megehetem az édes piros tenusát. És mit gondoltok, mit csinálok a magokkal, amikor az udvaron eszem a dinnyét?
Mit csinálsz a magadkal, Szula? Szétköpködöm! Na, Szula, azt nem szabad! Lá-lá-lá-lá-lá-lá! Ez pedig egy... Igen, egy citrom! De nem magában eszem ám meg, hanem összekeverem. Cukor. Cukor. Citrom. Citrom. Víz. Víz. Az előadáson 5 kis tanulságos történetet meséltek el a szereplők, 6 különböző dallal színesítve a műsort. A kedv és a nevetés garantált volt, a szereplők pedig óriási lufi esővel is kedveskedtek a kicsiknek az előadás végén. Cukor, citrom, víz, cukor, citrom, víz. Ez volt a mai nézőtér, köszönöm, hogy velem tartottak, tegyenek így jövő héten is. Addig is nézzék vissza adásainkat YouTube csatornánkon, kövessenek bennünket minden social media felületen, és olvassák el programjainkat, híreinket a gyöngyösma.hu-n. További kellemes estét, viszontlátásra!